A Józsa András Múzeum és a Hadügyminisztérium közös projektben mutatja be a megye és Nyíregyháza katona múltját. Ehhez csatlakozott a honvédség kezdeményezése, melyben a fiatalok honvédelmi nevelését tűzték ki célul. A két esemény a Józsa András Múzeumban találkozott. Sok generáció nőtt fel anélkül, hogy a katonasághoz bármilyen köze lenne, itt elsősorban a férfiakra gondolok. Nem árt az, hogyha egy olyan megye, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, amely eredendően egy katona megye. Teljesen a török kortól kezdve, ez egy nagyon jellemző tény erre a három megyére, hogy jelentős korucvirtussal bírtak az itt élők. Én azt gondolom, hogy ez a szellemiség ez megmaradt. A rendszerváltás ugyan hozott némi törés, de azt gondolom, hogy a múzeum is, és a Honvédelmi Minisztérium is, a katonaság is jó irányba halad akkor, amikor a megyében megszervez honvédelmi oktatást, illetve magasrangú katonatiszteket hoz gyerekek közé, hogy elmondják, hogy az ő életük milyen, és a honvédség mit ad, a honvédség mit próbál társadalmasítás formájában a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye élőknek elmondani. A társadalmasítás során bemutatják a haderőfejlesztési program eredményeit, a modernizációs folyamatokat, a fegyverbeszerzéseket, valamint a tartalékos rendszert és a honvédelmi nevelési rendszert is. 2004-ben, amikor a sorkatonai szolgálat megszűnt Magyarországon, gyakorlatilag a családokkal elveszítettük a magyar állampolgárokkal a kapcsolatot egy bizonyos értelemben, hiszen már nem jönnek be katonai szolgálatra, nincs kötelező katonai szolgálat, így nincs is tapasztalat arról, hogy a magyar honvédség mit tesz, hogyan ténykedik, mire használják fel az állampolgárok adóforintjait. És hát bizony egy modern haderő nélkül a mai világban azt láthatjuk, hogy rengeteg biztonsági kihívás és fenyegetés van, amihez a magyar honvédségnek is alkalmazkodnia kell, képesnek kell lennie ezeket a biztonsági kihívásokat kezelni. És hát nagy mértékben számítunk a fiatalokra, hiszen fiatal, tetterős, hazaszeretettel rendelkező fiatalokra van szükség ahhoz, hogy a haderőt folyamatosan személy utánpótlással tudjuk feltölteni, és hát felkészíteni őket arra, hogyha az élet úgy kívánja, akkor a hazafegyveres védelmében is készek legyenek. A honvédség a fiatalokat tartalékos, hivatásos vagy akár szerződéses katonai szolgálat vállalására is várja.